Pánkozás volt tegnap, igen. Igen. Ja, az LMP2 megvan, igen. Azt, és még sosem mentem vele. Azt egyszer akkor vettem meg, amikor valamilyen kedvezményre próbáltam rámenni, és akkor... Hát mondom, P2. Legyen. Mennyit okoskodtam, a te jó Isten. Pit lane speed limit is 88 kilometers per hour. Pit exit is clear. Don't cross the line. És megint éjszaka van. Car left. Clear left. Hát talán nem horpadtam be. Jó teszed, Ádám. Örülök. That's a new fastest lap for Lek Turner, 131.1. Jajajajajajaj. Ez jó volt. Szomorú. Your exit is clear. Watch the white line. Left side. Clear left. Fehér egér zavart meg. Az micsoda? Nem tudom. Nem zavart meg semmi. Csak mentem, nyomtam. Locsolom. Szia Krisz! Holnaptól melyik szériát fogom nyomni? Nem fogok versenyezni holnap.
Az egész hét kimarad nekem. Nincs semmi olyan verseny, ami érdekelne. Azt hiszem, úgy nézegettem. Nem volt semmi. Ha már mindenki a holnapi pályára gyakorol. Sok sikert. Igen, egy hét múlva viszont Sebring lesz, így van. Ott viszont... Igen, szeretném nyomni. New fastest lap for Lectona, 131.0. Holnap milyen pálya lesz? A Norse Life. Ugye? Yeah. Nem? P2. Clear right. We've been called into the pits by the stewards for repairs. Mi a szar? Nem hittem el, bazzeg! Nem hittem el! Mondom, ilyen egy kibaszott világon nincs. És magyar volt, baszki! Ádám! Mi a fele? Nem hiszem el. De hol a rükkverc ilyenkor? És még hátra gurul. Bár ne gurultál volna hátra. De gurulj ki a... Ott toporzékol a pályán! Az ideális íven! Legalább maradt volna egy helybe! Mindjárt írja a csetre, Balla, bocsi. Semmi baj, Ádám! Semmi baj! Semmi baj! Nyugi! Nyugavér! Nem is értem amúgy miért, jött, miért nem jöttél Daytonázni, Stand Van. Haragszom rád emiatt. Hihetetlen. Szomorú, tényleg. There's a car behind. Take care, rejoin him. Inkább lábúj hegyeztél. Fuck you. Ennyit itt a csetre, fuck you. Az igen. Right side. He's still there. Right side's clear. Hun power. On your right. Clear right. És Charlotte-ot jobban szereted? Clear left. Mi a szar? Mi a szar? Úristen!
have shown us the meatball flag. Ez mi? We'll need to come in for repairs. Pont megcsúszik a srác, érted? Figyeld! Pont megcsúszik. Becsúszik elém. Simán elmegyek mellette. Bázeg! Úrég! Baszki. Na. Hát ez... Nagyot megyünk egyelőre. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Rossz helyen van az a kocsi. Nincs ez rossz helyen. Nem vagy rossz helyen. Fastest lap for Lehtonen. Ja, így van, Alex, igen. Fastest lap for Lehtonen, 130.4. That's your quickest so far. You're now 1.7 seconds off the pace. Your lap time was at 132.2.
That's your quickest lap. That puts you 1.6 seconds off the leader's pace. That lap time was 1:32.0. On your left, clear left. Watch the track limits, please, Nandy. Ennyire nem érezni a pályát, az autót. Félelmetes. Hol megy az Audi? És miért? Mit csinál? Mamma mia. Na nem baj. Megnézzük az időmérős beállítást. Ádám, vételem vagy? We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Nem mer szólni. Én sem mennék a helyébe. Fuck you! Mi a szar? Jézusom! Hú, de agresszív! Azta! There's traffic behind, take care. Gyerekek! Azt mondta, fuck you. Hát le vagyok hidalva. Száznégy. Az elengedés az ebben a kategóriában nem így működik. Elengedni nem kell senkit se. Ideális híven kell maradnia mindenkinek. Mert az a legkiszámíthatóbb. De nekem amúgy nem úgy tűnt másodjára sem, hogy el akart ő engedni. Egyszerűen csak elrontotta az ívet és a folytatás az meg csapnivaló volt. Ja, ez igaz, Szafu, igen, sajnos valóban. Nagyon kevés szó esett róla. igen, igaz. Front has just done a 1:32.0. That's your best lap in this session. You're currently 0.9 off the pace. Olyan blokkot kapok itt, baszki, nem igaz. Ah. Don't delete this lap. You've cut the track. Újra, még van rá idő.
Hoppá, 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 nem így akartam, nem így akartam. Vagyis, de így. Oké. Okay. Időmérő fontos lesz nagyon. Ezt ne kell hozni. Looks like you're clear on the pit exit. Igen, ez kicsikét bennem is hasonló érzéseket kelt, olykor Laca. Valóban. Nem, ezt nincs. Ez még mindig az. Három perc. Puts you 2.1 off the pace. You've just done a 132.6. El van a fickó. Sztár alűrök.
P2, you're now 2.1. Off the pace. Hát nem tudom, nem az igazi. Egyes kanyart, ha nem tudjuk jól megcsinálni, akkor az egész körre rányomja a bélyegét, az az a baj. Egyébként meg itt a végén elkezdtünk dadogni, nem túl jó. Na mindegy, kezdődjön a verseny. Na meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. Ez most egy elég meleg pályán történt, 23-4 fok. Bár én tegnap azt vettem észre, hogy körülbelül mindegy, milyen hőmérsékletű a pálya. Ja, azt kellett volna még figyelni, hogy mennyire használt a pálya. Mennyire tiszta, meg használt. Mikor, mennyire. Tehát egy 24 órás versenyen hogyan van? Gondolom ott egyre inkább lassulnak a köridők, nem? Ja, így van András, szervusz. Így van, igen. Hát most így, igen, egész sok a safety rating, igen. És ezt mondtam tegnap, hogy ez jó kis ilyen befektetésnek tökéletes. Ezt legalább majd el tudjuk szórni más pályákon. Sebringen például ott, amikor az elején leszünk a gyakorlásoknak. Jövő hét kedd. Én azt tervezem, hogy minden nap, egy héten keresztül megállás nélkül csak Sebring. Csak és kizár. Csak LMDH, csak Sebring. Aztán, hogy ott milyen autóval fogunk menni, ez nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megmondani. Na, ez egy top split, úgy tűnik. Ez jó, ez nagyon jó. Ez szuper jó. Ennél erősebb helyre nem is kerülhettünk volna. Jó van. 24 fokos pálya. Az elég felelőtlenség, amit írtál, Budi papi... Ádám. Szóltak amúgy, Budi papi, igen, szóltak. Porsét le kellett cserélned Cadillacre? Hoppácska, na fele. Érdekes. Érdekes apukám. Így. Jó. Na gyerünk, időmérőzzünk egyet. Ja. Igen, 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 Tonik. Exit's clear. Stay behind the white line. All right, Nandy. We've got 2 laps. Let's get this done.
Hoppá, bodikapim. Hát eddig jó volt, nem? Hát... Lehet, hogy csak te voltál formán kívül. Okay, Nandy, you need to watch these track limits. A buzz meg. Pfff, ez második hely lett volna, buzz meg simán. That's a new fastest lap for Gernot, 131.3. Harmadik. Buzz meg, és elrontom a busz megállót! Hogy az Istenbe tudtam elrontani azt a kibaszott busz megállót? Öcsém! Nem volt tapadás. Kurva életbe! A francba! Hát ez nem igaz. Hát pedig ha valami a legbiztosabb az a busz megálló, bazd meg. És nyilván ott jön a hiba. Az élet szép. Élet, bassza meg. Negyedik hely meg lett volna. Hát, negyedik, ötödik. Igen. Igen, mert picit nyilván kicsit lassabban jövünk át, de még nem volt tapadás. Baszki, utolsó helyről fogok jönni konkrétan. Jézusom. Utolsó előtti hely. Ja, utolsó előtti hely. Hát egy laza körrel is, tudom én, nyolcadik hely.
Jó van. Lehet itt jönni még versenyen. Amúgy abban segíthetnétek, hogy mikor, hogyan lehet tudni, hogy lesz-e plusz kör, vagy sem. Honnan lehet ezt tudni? Vajon? Ezt honnan lehet tudni? Mert ezzel lehet spórolni 3 litert. 3 és fél, 3 litert legalább lehet ezzel spórolni. Ha tudom, azt előre nem lesz plusz egy kör. Super formula. Red Bull ringen. Á, nem. Nem. Ki szokták számolni? De hogyan? Vagy a kapsot, de nekem a kaps az nem szokta kiírni ezt előre. Ha jobb a mezőny, hát most ez nem jó mezőnynek mondható igazából. 30.8-as kör az nem egy őrült idő. Fennmaradó idő? Aha. Hát sejtettem egyébként. Ezen a pályán kellene letesztelni a többi autót. A többi lehetséges autót Sebringre. Á, nem. Á, nem, nem, nem. Ezt nincs, nem. Mindegy ez, figyelj, teljesen. Sem mindegy ez ám. Rakunk egy... Mert ugye ilyen 15. kör környékén majd kiboxolunk. Körülbelül. Majd lesz egy box. Hátsó gumikat cserélünk. Szia, Dudi. De kár ezért, baszki. De kár ezért. P14, 45 minutes. Follow car number 29 in the right lane. Catch up to car number 29. Starting. Catch up to car number 29. Okay, Nandy, here we go. Don't fuck this up. Go!
Right side's clear. Incident in turn one. Car right. There's an in turn two. It looks like Colin. Clear right. Perfect start, mate. This is great. P11. Car left. Still there. Hold your line. Still there. He's still there. Clear left. Car left. Still there. Clear left. Sorry, Hassan. The leader's just done a 131.5. P10, sector 1 is 1.1, off the pace. Left side. Still there. He's still there. Hold your line. Hold your line. Clear left. Car left. Still there. Clear left. P9. Car left. Still there.
Still there. Clear left. Car right. Hold your line. Clear right. Okay, Nandy, the next car is Cortez. Our refueling window will open after 15 minutes and closes at about 33 minutes. That was 132.9. There's an incident in turn. We think it might be Matsuda. Clear left. Still clear right. Make him do all the work. Focus on your exits. Seventh position. To Cortez behind is increasing. It's now 0.8. We'll be warned about track limits. Front is now 0.6. Slower class car ahead. Right.
still there. Clear right. On your right. Right, right, clear right. Okay, Nandy, you need to pass this twat. You're losing too much time. Slower cars ahead. These guys will be fighting for position. They might not see you. Looks like turn one. There's an incident in turn two. We'll need to pit for repairs. We've had the black and orange flag. Kellett volna egy jó időmérő. Ez egy jó retardált szűrő lett volna amúgy is. Nem volt. Nem láttam előre sajnos. Hát ezt lehetetlenség volt elkerülni sajnos. Ez teljesen. Picsába vele, bazd meg! Kurva életbe. Meg lehetett volna itt a top 5. Meg hát. Üdös kurva istálóját azt. Megint a bal szerencse, bazd meg. Az egy dolog, hogy utolsó erő rajtolsz, vagy mezőny, teljesen mindegy, hogy honnan rajtolsz. Attól még miért kell ezeknek megtörténni? Ezeknek az elkerülhetetlen dolgoknak. Miért kell megtörténnie? Hihetetlen. Hát, őrület. Nem igaz, hogy nem tudtam megcsinálni ezt az időmérős kört. Nem igaz. Hihetetlen. Franc egye meg. Simán, valószínűleg ajándék verseny lett volna az egész. Le lehetett volna hozni itt egy top 3-at. Az meg. Minden gond nélkül. Rohadt kurva életbe bele. Hát remélem azért 11. helynél lejjebb nem fogok már esni. 7 perces javítás, 7 és fél. Nagyon sok körös hátrányba kerülünk. Így viszont az összes kereket lecseréltethettük volna, na mindegy. Aztó. Ja, megnézhetjük amúgy. Csinált a srác. Egy idióta volt. Egyébként. Nem kell itt hatalmas dolgokra gondolni. Túltolta. Rosszul mérte föl a sebességet. I'm sorry.
Hát ez... 100%-ig nonsense. 100%-ig. Tehát ennyire szarú felvérje a sebességet, ez nagyon-nagyon putuskának kell lenni. Tehát ez mit gondol? Tehát ez 100% rutintalanság. Tehát valahonnan azért mégis volt tempója, ugye? Tehát akkor mégsem olyan rutintalan. Akkor egyszerűen csak hülye. Mit hitt, hogy az a BMW milyen tempót fog átvinni vajon? Mit hitt? Aztán nem tudom, lehet, hogy az a BMW tényleg lecsúszott. Fene tudja. Hát ez van, hát ez ilyen. Aj, de rossz. Mindegy, élveztem amúgy a versenyzést. Hát csak most mindegy, ez történt. Tizedik helyre még fel lehet jönni. Hát ez már csak azért fogunk menni, hogy safety ratingben ne minuszoljunk óriásit. Ennyi körülbelül. Meg kicsit gyakoroljuk a tempót. Melyik a legjobb kormány iRacinghez? Valójában itt nem a kormány a lényeg. Inkább a pedál. És a srác 8. helyen ott van. Tömegbalesetet okozott, és 8. helyen ott van. Én a saját pedálomat tudom ajánlani. Ez egy Moza pedál. Lócellás pedál. Ennél jobbat nem tudok jelenleg elképzelni. De ez azért is van, mert más nem próbáltam még. Tehát próbáltam hidraulikus pedált, nekem az annyira... Tehát így, hogy ezt kipróbáltam, nekem a lócellás a legjobb. De hát nagyon sok márka van, akik gyártanak ilyen cuccokat. Különböző erősségű rugókkal, különböző technológiával vannak aktív pedálok, amik például rezegnek is, különböző hatásokat adnak le, még pluszba lábadnak, amit be lehet tanulni akár, mely alapján jobban érzed a tudnak a mozgását. Jobban együtt tudsz élni vele. Meg vannak ilyenek. Hey, the committal, don't do it. Ettől függetlenül egy direct drive-os kormány az kötelező. Tehát az nagyon jó. Tehát amilyen hatást kelt, tehát az a való életben nincs semmiféle... Tehát ez adja a legrealisztikusabb hatást. Tehát teljesen mindegy, hogy Thrustmaster, szíjas, meg Logitech-től rezgőmotoros, vagy nem rezgőmotorosnak, majd minek mondják ezt, ez a fogaskerekes vagy fogaskerekes megoldás, ezeket is persze lehet használni, meg nem rosszak, meg ezek bőven jók arra, hogy felmérd a terepet. És nézzek, 6 perc alatt végez a gyerek, bazzeg, és itt megy el előttem neki a boxból. Hát ez mennyire igazságtalan. Mennyire igazságtalan. Mennyire igazságtalan, gyerekek. Édes jó Istenem. Tehát ez mennyire igazságtalan. 2,5 perccel hamarabb végez a boxba a gyerek. Mint én. És akkor megelőz, baszki. Szenzációs. Hát kezdésnek egy G923 tökéletes tud lenni, hogy nem kell egyből ilyen óriási
dolgokban gondolkodni. Lehet, hogy kipróbálod, és azt fogod mondani, hogy ó, ez... adjuk már. Nem kell egyből... félmilliós összegeket összedobálni. Ha igazán benned van a késztetés, fel tudod mérni majd magadba azt, hogy neked valamit nagyon hegesztenek az autón, rezeg a kormány, mint az atom. De jó ég. Mi a franc? Mi a fele? Úgyhogy... ez, ennyi. Szerintem ezek a legjobb megoldások, én úgy gondolom. Ékeled a székedet, aztán nyomod. Mindenki így kezdte. Akinek egy G29-923 mögött elmegy a motivációja, az egy komolyabb felszerelésén is elmegy. Csak nem biztos, hogy ott a pénztárcád azt annyira szeretni fogja. De ha megteheted, persze, akkor hadd szóljon. Hát nyilván egyértelmű. Minél jobb cuccon kezdesz el, annál nagyobb hűha lesz majd benned az egészen tuti. Meg volt a kerésere is, gyerekek. Ja, most. Jó, gyerünk. Alright, Nandi. That's half distance. You're looking good for fuel. De egyébként félreértés azért ne essék, mert manapság már azért nagyon... nagyon... jó áron meg lehet kapni esetleg egy direct drive-os kormányt. Tehát nem feltétlenül ez a tuti recept, amit én mondtam. Blue flag. Jó. És annyira mindegy már. Én már csak megyek. Ja, hát igen, méniek. Igen. Igen. Ha egyből szettet szeretnél, hát akkor... a bőség zavarra viszont. Okay, Nandi. There's a car exit in the pits. Heads up. 13th place. Ja, jó mondja Szili, valóban. Hát mert igazából ezek left side, clear, car clear left. Blue flag. Ezek ilyen ipari cuccok. Elég nehéz őket elnyűlni. On your right. Right side's clear. Incident in turn 6. Blue flag. 20 minutes remaining. You've got 20 minutes left. There's an incident in. Bus stop. Coming up on a slower class car. Yellow flag. Keep your wits about you, mate.
Hopp, ott valaki összetörte, lehet, hogy egy pozíciót még javítunk majd. A blue flag. Jó. Last lap time was 134.6. The leader, Hamilton, is pitting. Left side, clear left, blue flag. Igazából minden pedálnak meg lehet határozni azt a tartományt, amiben szeretnéd, hogy működjön. Tehát azt is meg lehet csinálni, hogy egy G29-es pedálnál, hogy amikor először érzed, hogy kemény, ott legyen 100%-on a pedál. Ne az legyen, hogy kemény, és még sokáig ugyanolyan kemény, és 60-nál először kemény, aztán az utolsó 40%-os tartomány az ilyen nem lehet érezni, hogy most körülbelül hány százalékon lehetsz. Nem tudom mennyi, játékon belül igazából annyira kell a maxot tenni, amennyi neked kényelmes. Viszlát. Persze, Ádám, ne viccelj, tudom én. Nyugi, nem szorul magyarázatra. Slower class car ahead. Nyugodtan legyél, apukám. Szia, Erik. Your lap time was 133.7. Hát nagyon lassú ez a gyerek. És ő van az ötödik helyen. That's 15 minutes.
coming up on a slower class car. P13, that last lap was a 132.7. Blue flag. Úgy van, hogy valaki összetörte. That lap was a 132.5. Slower class car ahead. I'm a bad owner of the car. Alright Nandy, 10 minutes to go, that's 10 minutes left. You've just done a 133.1. Coming up on a slower car. Blue flag. Out of track limits, keep it between the lines.
Slower class car ahead. Hopp, még egyet meg fogunk előzni. Okay, Nandy, you've got half your fuel left. Flag P12. That lap was a 132.7. Car left. He's still there. You're coming up on a clear left. Blue flag. Mi? Hogy a picsába végeztek azon a srácon ilyen korán? Ezt nem hiszem el. Mindig előttem van. Ez a gyerek meg olyan féktávokat vesz, mindjárt fölpofozom. Hát nem igaz. Okay, Nandy, you're gaining on the guy in front. The gap is 14. Hát öcsém, nem hiszem el, hogy nem előzöm meg. Istálóját bele! Azt. Öcsém, faszom. Flag. Coming up on a slower class car. Igen, hulék lassan dolgozzák. Igen, elég lassan. Well, that was a 133.5. Blue flag. The car behind's pitting. That's 5 minutes to go. Milyen tempót mennek itt amúgy, baszki? Páran. Képesztő. Car right. Clear right. Hihetetlen. Ez egy kurva jó verseny lehetett volna. Megőrülök. Szia, Levente! Franzba, nagyon sajnálom. Mindegy. Következő versenyben vagyok ezt a hát. Elmész a kurva anyádba, te gyerek! Most már komolyan! Milyen féktávot vesz ez? Most már sokadik! Döbbenet! Döbbenet! Okay, Nandy, you've got 10 minutes of fuel remaining. Közelebb sem megyek hozzá. Végén megforgatom a gyereket. Ez hihetetlen.
left side. Clear left. Car right. Right side's clear. Blue flag. Car left. Clear left. Blue flag. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Szia, Gé. Blue flag. Miért kapom a kék zászlót olykor? Szia, Tremion! One more lap to go. Lower class car ahead. Flag. The car behind is pitting. Bam! Buzz Meg! That's 2 minutes left. 2 minutes. Alright, Nandi. Gone out of track limits. Keep it between the lines. Ja, értem, de ment a közé. Okay. Good race, please, Gini. Gotta be done lucky with traffic, but good race. There's an incident in turn one. Looks like it's Gernot. Looks like the leader has gone off in International Horseshoe, P12. There we go, it's over. Bring it back round. Hát ez csodálatos verseny volt. Édes Istenem. Édes Istenem. Na nézzük, mik történtek ezen a versenyen. És ez a fickó előttünk végzett. Vagy nem? Ja, nem, bocsánat. De! De, négy körös hátránnyal. Baszki. Megőrülök. De hova? Hova megy ez? Mit csinál? Jézusom! Jézus! Atya úristen! Csontos Dávid. Ez mi? Mi a fene? Kiment a lakókocsikhoz. Csontos. Csontos Dávid. Mi nem csontos? Így megcsúszik itt a Porsche. Oh, az mi komoly? Bement a kempingbe.
Mi? Micsoda? Na hát ez undorító. Na ez mindennek a legalja. Óristen, tehát elméri a féktávot és ott tartja az ideális íven. Mert hogy engem, én majd lelassulok az előttem lévőn. Tehát nem az, hogy félre ránta rá. Nem. Belemegy. Mibe bízik ilyenkor? A Szentlélekbe? Hogy majd az megállítja? Oh. Azt a kur... Mondom, itt vannak kártyuk ezen a belső. Ja nem, mondjuk ő nem így csúszott meg, ő csak egyszerűen sok féket nyomott. Hát ez... totál kár. Épp. Összes GTA-ron szar volt, nagyon nehéz volt vezetni, de honnan tudod? Itt voltál te, Isili? Vagy iRating alapján mondod? Ebből lett a tömegkarambol. És ez a fickó konkrétan elénk jött vissza simán a pályára. Ja, mentetek GT 3 ma 24 óráson. Mercedes-szel. Az igen. Összeset végig próbáltátok? Autókat gondolom. Hát részvétem, Szili. Jézusom. Szegény. Azt a mekkora deszink! Anyád! Mi? Életemben nem láttam ekkora deszinket, bazd meg. Ez mi deszink? Azta! Jézusom! Jézusom! Ez nagyon durva. Hogy itt a srác miért kifele orientálódik? Én nem is értem ezt. Összetöri legalább? Pázd meg, és összetörte a gyerek, és még így sem előztük meg. Úgyhogy ő kétszer törte össze az autóját, és még így sem előztem meg. Mennyire igazságtalan. Többenet. Nem, ez nem elrántás, ez deszink. Ilyen elrántás a világon nincs. Ha mégis, akkor uninstall, PLS. Upszi. <Upsi. gül>
ennek a fickónak ez a féktáv lehet, hogy nem. Na, most megcsinálta. Most semmi. És fal. Megint ő. És fal. Egyszer egy én is neki mentem a falnak. Csetet néztem. Az igen. Ja, hogy ennyi volt. Aha, jó. Hát ennyi volt a verseny. Igaz, nem igaz. Kétségbe vagyok esve. Francba, sajnálom. Ez így alakult. Csuda vigyel. Na jó. Jön a következő. Na azért szépet minuszoltunk. 0,23. Ez az. És iratingbe minuszolni egy ilyen versenyen. Baszki. Hát őt verseny alatt nem hiszem, hogy megfogtam volna ezt a Hamiltont. 31-1-es köridő verseny alatt. Az elég jó. Akkurával tolta ő is. Itt második hely is meg lehetett volna akár. Döbbenet. Döbbenet. Gyerekek, gyerekek. Élet ez így. Élet ez így. Lehet ki kellene próbálni azt az alapbeállítást, hogy azon a versenyen is tudjunk majd indulni mindig. Hát most itt még azért várnunk kell. Jaj, ne! Ne, ne, ne! Ne! Vissza, vissza, vissza. Autót nem választottam. Így. Kapott-e érte X-et? Hát azt szerintem nem lehet megnézni. Nem jó a tempó amúgy. 31-1-et jön verseny alatt. Az nagyon jó kör. Technikás rész ez nem az igazi. Na mindegy, most majd. Megyünk, gyakorlunk. Rágyakorlunk. Az összes versenyt amúgy kisújból hozni kellene. Tentyűzetem le akar merülni. Mitől? Mitől, baszki? Ah. Szerintem töltöttem én mennyit? Ez hülye? Amikor elmentem pár órára aludni, akkor töltöttem. Hogyne. Egész végig még aludtam, töltöttem. Hát ez akkor ennyit ért. Mármint amikor tegnap aludtam. Az a 2-3 órás alvás. Akkor.
Hát ez nem hiszem, Hamiltonnak a testvére volt. De ez Hamiltonnak a testvére volt, Cindy? Te őt ismered? Vagy nem ismered? Szia, Bálint! Nem ő volt? Honnan tudod? Persze, ő volt az. Biztos, hogy ő volt. Ő volt az, gyerekek! Hamilton unokahogy se volt. Azért mondom. Gyanús volt a dolog. Baszki, a zenét még nem állítottam le. Ezt nem hiszem el. Baj van ma, gyerekek? Hát ez hihetetlen. Komolyan. Élet ez így? És még kisöltem a boxból. Pit exit looks clear. Black flag will need to pit to serve this penalty. Korán engedtem föl. Köszi. If it exit looks clear. Leader has just done a 133.5. Terekedés. Remélem, mi nyertünk.
Sector 1 time's okay. Az a gyerekek, hát ez milyen kör lett volna pedig. Azt a kurva. Az igen. Kivégeztük volna a páncélszekrényt. Ez igen. A csávó kivégezte a szekrényt. Hoppá! Így is van. Need to slow down a bit if you don't want a penalty. Hát nyomtam neki direkt. Na nézzük meg mit tud. Hát ezt nem tudta. Az Isten itt, hogy ledob az a kurva! Hát, átdobott, ledobott az ívről! Hát nem igaz! Francba. The leader has just done a 131.7. V7. Mind these track limits, please, Nandy. Ent az ólin. Ment az Oli. Hűha. Nem jó, nem jó. You need to slow down to give back the time gained. Túlságosan nagy tempót akarok. Roger.
nem igaz. Your quickest overall, you're currently 0.1, quicker than second place. That was a 131.7. Car right. Clear right. Ah, de most nem tudom boxba, mert ah, mindegy, csak messze van a billentyűzet. Átmentünk egy üres helyre. Idegesít a forgalom most. Tempót akarok autózni. Így van, Martin, így van. Pit exit's clear, push. Nagy gangstervok. Húha. Húha. Most mi lesz, Ibin? Nagy gangstervok. Szkeptikusan köszönöm szépen neked, Relex, a 30. hónapot. Nagyon szépen köszi. Delete this lap. Track limits.
Bazd meg! Nincs meg 31-2 alatti kör. Az istálóját azt. Kurva. Meg lehetne csinálni pedig. De baszki, megtankolva jövünk ilyen kört. Megtankolva. Értjük? Totálisan megtankolva. Mint a déli busz. Úgy megyünk, mint a rakéta. Baszki. És akkor most jön a csavar. Most jön a csavar. Mert most levesszük az üzemanyag szintet. Megjavítjuk a kört. A legjobb körünket. Okay, Nandi. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Pit exit's clear. Időlimites a fogadás? Üres tankkal meg lehet volna simán. Okay, Nandi, we need to watch the track limits. You'll need to slow down if you don't want a penalty. Yeah,
quickest overall. Bassza meg a kurva anyja! Track limits, this lap will be deleted. Nem igaz. Miért pattogok így félre? Box in 290 meters. Kár. De meg lehet itt csinálni. 100 meters. 50 meters. Ez meg lett volna. 31-0. Istálóját benne. Nem megyünk még mindig elég bátra. Amúgy hihetetlen, mennyire minimális a különbség a teletankos meg a üres a tankos kör között. All clear. Push now. Just done a 131.1.
behind these track limits. Please now. Kurva anyját. Előtte. Box in 290 meters. Meters. 50 meters. Szia, olasz. Szervusz. Túl nagy sebességet viszek át a buszmegállón. Probléma. Túl nagy. You're all clear. Stay behind the line. No man, I lost there back at the corner. Mi csoda? Hop, álljunk meg itt. Hát a vezérem szó, az csak egy hazugság? Ezek szerint? Mi az, hogy valamivel bíztatni kell? Tonik! Az elmúlt másfél hétbe! Ez a sokadik strigula, amit behúzok a neved után. Komolyan mondom, kigyűlik a sokadik, áthúzom, meg téged is kihúzlak a pártból. Mész a gulágra. Komolyan. Hoppá! Megint mind kaplak rajta? Megy itt a hazudozás? Lap time was 1:31.1. Track limits, this lap will be deleted.
The guy behind has just done a 131.5. És az a durva amúgy, hogy nem is tiszta a pálya. Nem tiszta a pálya, tehát ennél még van jobb pálya. Ez nem Cleon, hanem ez Moderateli Usage. Bocsánat. Ops. Bocsánat. Moderateli. Igen, azt írja, Moderateli Love. Usage. Na, de ez jó. Ebben van, egyértelmű. Én nagyon nem akarok ezzel foglalkozni. Ez nem rossz kiindulási pontnak. Menjünk verseny tempót. Megtankolva. Szia, Csoki. Nem vagyok oda azért, tudom, hogy Life Alien Silly. Nem vagyok oda érte, figyelj. Komolyan. Nem. Egyszerűen nem. Ott is lesz 24 órás. Tényleg? Baszki. Na, az mondjuk. Az elég kemény. Figyelj. Halvány lila gőzöm nincs, hogy az a pálya hogyan van, a Nose Life. És ott multiclass van, ugyanúgy amúgy? Ja, a jövő héten megtanulhatnám. Ja. Multiclassos? Kik, milyen autók mennek ott? Ja, ez, ja, most fáz kettős ütnök, két onik, jó. Ez is lehet. De ezt is megmondta milliószor, hogy előtte erről tessék tájékoztatni engem. Vagy Arankát. These track limits. Right side's clear. GT3 kupás Porsche. GT4 TCR Toyota? Mi? Azt a egy kategória összesen, hát hányan lesznek összesen a pályán akkor? Hány autó? Hány regisztrált csapat? Hát 100? Azt a mocskos. Jaj. Ez elég durva. Talán 55. Aha, ez elég karcsú mondjuk. Csak. On your right. Clear right. Right side. Clear right.
Hát körülbelül I-beam. Körülbelül. És hova siessek? Igen, falusi betyár, persze. Hogy de. Semmi sem ingyenes. Vagyis hát... Vannak ingyenes pályák, persze. Meg autók is. Szia, Kajszika. Jelenleg azt érzem, hogy sose fogom megtanulni a Nose Life-ot. Hány kanyar van rajta? Szia, Tocsi. Ha egy pályát megvásárolsz, akkor azon nem mindig lesz verseny. Nem. Á, dehogy. Nem. Nem, ez nagyon nem így van. Sajnos. De túlságosan megosztana a közösség, tehát annyira azért nem népszerű a játék. De mindig van verseny. Ha pénzed van, mindig van verseny. Mindig találsz jó kategóriát. Van sok népszerű kategória, hol lehet menetelni. Százötvennégy kanyar, plusz a GP pálya, azt a büdös. Százötvennégy, anyám borogas. De a népszerű pályákon mindig vannak azért úgy. Tehát ugye ez úgy működik, hát iRacing schedule. Ezt írt be a Google-ba. Itt meg tudod nézni az iRacingnek a naptárát, hogy melyik héten mi van. Hát ezek általában úgy vannak kitalálva, hogy azért ha van egy kedvenc kategóriád mondjuk, GT3, akkor ritka, hogy két szezonon belül ugyanazok a pályák vannak szerintem. Már biztos van kivétel. Hát azért az minden pályára azért ráviszik a GT3-asokat, de ez talán mindennél így van. Hát szép fokozatosan megvásárolgatja az ember ezeket a pályákat, aztán nem lesz gondod bele. Ez tuti. Szia, Peti! Sikerült, persze. Igen. Köszi. Minden jó. Jó sokat aludtam. Kicsit ez olyan volt, mint hogyha bőjtöltem volna. Olyan, ahhoz tudnám hasonlítani.
Én furán jól éreztem magam, amikor így reggel fölkeltem. Sok alvástól. Szia Balázs! Hát... vártam azért, hogy nyomjuk a mai nap, persze. Persze kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz a mai nap, mert... meg vagyok is. Tehát azt látom, hogy... Amivel tisztában voltam. Tudom, hogy jó leszünk. Tehát a tempó meg, de ezt csak... meg kell csinálni. Eszembe jutott egy-két dolog, hogy mit, hogyan kellene csinálni a pályával kapcsolatosan. És... azokat csináljuk. Hogy tök jó. Tök jó. Bár egyben nagyon bánom is, hogy ezeket csak most csináljuk. De mindegy, ezt tegnap mondtatás vége fele mondtam is, hogy ez mit csinál? Te olyan féktávokat vesznek, hogy öregem, hogy döbbenet. Mentem be barátkozni. Zsolt, magyar. Tehát most azon gondolkodik, valami rosszat csináltam. Igen. Nem. Az a sász nagyon lassú. Ajajaj, nehéz előzni, sajnos. Nincs végsebességünk. You've just done a 130 car left. Clear left. Óvatoskodok, bazd meg. Pálya közepén, úgy barátom. Kár, hogy nem szaladtam főre. Úgy kell vezetni, hogy eddig csak tök máshogy. Igen. Igen, nagyon sok safety ratinget kaptunk. Igen, de rengeteget, nagyon durván sokat. Az Isten olyan vele, miért csúszok le. Lekések a... Ezt nem mondod komolyan. Ezt... Baszd meg!
Kurva életbe, bazd meg! Mi a szarért nem villog ilyenkor valami, hogy hamarosan verseny lesz a kategóriádon belül? Ez nem igaz, hogy nem lehet belerakni ebbe a kibaszott játékba. Nem igaz. Most miért olyan nagy dolog ez? Remegve figyelnem kell az időt mindig. Ezek még arról nem hallottak, hogy belemerülök valamibe? Hogy valaki belemerül valamibe, és akkor egyszer csak röppül az idő? Istálóját bele ekkora idiótákat. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Anyját azt. Na, remek, nagyszerű. Hát. Mert komolyan mondom, azért most megint egy órán keresztül állunk, azt nézzünk a fejünkből, baszki. Kurva jó. Sőt, most 2 órán keresztül néznénk a fejünkből. Az meg. Annyira nevetséges ez. Annyira. Miért nem lehet valóban tenni egy visszaszámlálást, hogy valami kis jelzés, hogy 5 perc múlva verseny, még nem regisztráltál be, ha szeretnél, regisztrálj be, ne maradj le róla. Mert ugye csak az utolsó fél órában, amikor esik a... Most nézd meg! Most beírom, hogy IMS a... Itt vannak. Tehát, hogy... Ebből a kategóriából 56 perc múlva lesz verseny. Itt nincs beállítás. Itt csak mindenki az alapbeállításra megy, és ennyi kész. És ilyenkor még nem lehet erre regisztrálni, mert csak 30 perccel az indulás előtt lehet. Az indulás előtti 30 percben lehet csak regisztrálni, így pontos. Hát... Öregem. Idióták. Idióták. Tehát ez a totális idiotizmus. Kurva életbe. Ilyen kis apróságot, komolyan mondom, az egész játék bazd meg erről szól, hogy minden van benne, amit akarsz. De ez nincs. Miért nincs? Az van benne. Ezt vártam. Végre menjünk versenyzni, baszki. Mindenki ezt várja. Idióták. Tartsa kézbe mindent. Milyen patch lesz holnap? Mit patchelnek? És megnézzük ezt az alapbeállítást. Te is lekéstél róla. Ja. Nem vagyok meglepve. Így amúgy szokott más is járni amúgy, de tényleg. Tehát úgy amikor így teljesen máskor. Sebring Mazda kupa, nem. Ilyet nem csinálok. Fix, hogy mínusz lesz belőle. Részumban volt ilyen? Visszarakják a bopot. Milyen bopot raknak vissza? Ja, és akkor jövő hét keddtől, tehát holnaptól Amit, az csak Daytonára vonatkozik? Az a nerf. Hát akkor megint akura lesz a vadállat. Mi? Mi most is az volt. Végül is.
Fastest lap for Guro, 137.8. Ja, a többi pálya nem csak padlógás, szóval muszáj valamit csinálni. Aha. Ja, nem tudsz, nem szoktál addig felmenni a szerverre, míg nem tudsz reggelni a versenyre. Ja. Fú, ez de rossz, Mark. Úristen. Hát ezt nagyon sajnálom. Nyilván valójában az én hibám, persze. Hát mert ilyen a játék, csak hogy... Ezt miért nem csinálják már meg? Vagy valahol nem lehet nekik jelezni ezt? Hogy hello? Hát ez rohadtul így lenne praktikus. És szerintem ebben mindenki egyet értene. Valójában. Hát nem, hát most ez... Tehát halál nyugodtan lehetne menni gyakorolni, hogy te kategóriádon belül indulni fog ez meg ez. Valahol jön egy kis értesítés. Vagy... Be lehetne ezt is pipálni, hogy akarsz erről értesítést kapni? Az kész, és aki akar, az fölvillanna. Ez mehetne. Meg hogy mikor akarsz? Hány perccel a indulás előtt akarsz értesítést kapni? Megint én adjak ötleteket, bazd meg. Megint. Fejlesztőknek. És a fejlesztőknek. Fastest lap for Guro. 136.0. De megnézzük legalább ezt a... ezt a beállítást. És akkor megpróbálunk úgy menni, hogy versenyről versenyre. Legalább. Hát ez most elég extrém lesz, úgy érzem. Na, mindegy. Meglátjuk, mennyire tudunk ezzel alkalmazkodni, mennyire rossz. Aztán lehet, hogy jobb lesz. Végtáv lesz rohadtul más, érzem. Azt a rohadt! Jézus Mária! Mondjuk lehet, hogy még a hideg gumi. De meglátjuk. Nem hiszem el. Ülj már el! Hát ez remek. Ez nem igaz. Exit is clear. Push now. Úristen.
Need to slow down, give back some time. Amennyire legyugodtam, olyan ideges vagyok megint. Hát ez hihetetlen. Sector 1 is 0.6 off the pace. De idegöllő. Don't invalidate this lap. Track limits. Sector 1 time is good. Time is quick. All right, Nandy, you need to watch the track limits. És 26 fokos pályán megyünk, amúgy most nézve. Hát persze.
P2. Hát ez megőrít. Komolyan mondom. Istálóját bele. Képtelen. Képtelen. Istenem. De még adunk neki egy kis időt.